Új sorozatunk az úgynevezett Lelki Fröccs sorozat. Ez egy olyan témaköré csoportosul általában, ami mostanság nagyon is érdekli az embereket, az életmód, a stressz leküzdése, az újdonságok, az elmélyedés, és mindig egy-egy emblematikus személyt hívunk, akinek egyrészt vagy egy előadása van, és utána valamiféle gyakorlatias dolog. Hát ebből rögtön mondanék is két példát. Az egyik ez a hétvégén egy könyvbemutató kapcsán. Dr. Nyéki Gabriella tartja, a címe az, hogy Tango és Dió. Ő egy Ausztriában is dolgozó orvoskutató, aki igazából az időskori Alzheimer-kor elleni prevenciót írja le a könyvébe, de ha nem is akarunk a betegségekbe belemenni, inkább a szellemi és testi és lelki frissen maradásról fog beszélni. Ez egy fantasztikus, érdekes előadás, egy életmód tanácsadás, és utána a gyakorlati megvalósulása az, hogy diót fogunk csemegézni. El fogja mondani a doktor, hogy miért fontos minden nap egy marék diót enni. Ugye, hogyha megnézzük a diót, az egy agyra hasonlít, tehát majd itt jön a titok. Valamint, hogy a mozgás, illetve a táncnak a szerepe milyen fontos abban, hogy megérőzzük a testi, lelki, szellemi frissességünket. A Lelki Fröccsnek a következő vendége februárban Soma Mamagésa lesz. Azt hiszem, hogy őt nem kell bemutatni, viszont a cím nagyon érdekes. Az lesz a cím az előadásának, hogy hogyan ne sárkányosodjunk el, és nem csak nőknek szól. Terveink között szerepel még Pál Feri atya, aki ugye emblematikus személy szintén. Pál Feriként híresült el, teltházas programjai vannak a 12. kerületben, nálunk is volt már előadó, fantasztikusan tudja megszólítani nem csak a felnőtt, hanem a serdülőkori közönséget is. Ezen kívül Bagdi Emőke vállalta még, hogy a Lelki Fröccs sorozatunkban beszélget a pszichofitnessről, hogy hogyan tudjunk egyszerű módon a stresszt leküzdeni, és hogyan tudjuk ebbe az őrületbe megóvni magunkat a mindenféle ártalmaktól. Hát ez a Lelki Fröccs sorozat, ez lesz az újdonság.